Mindennél többet, mert vannak sokkal fontosabb dolgok is az életben. Például a szeretet, szerintem az többet ér, mint a becsület. A becsületesség is nagyon sokat ér, de a szeretete sokkal többet ér. Ha becsületes a másik, akkor te is visszakaphatod azt még, és akkor ő is becsületes lesz veled. Ezek szerint a becsület és a szeretet valahogyan egybefügg, összejárul. Igen, hogyha valakit szeretünk, akkor az olyan szeretet, hogy azt nem tudjuk becsapni, és hogyha be is csapjuk, akkor nem csapjuk be. Felbecsülni valamit, az szerintem azt jelenti, hogy egy tárgyat, egy embert, valakit, valamit megbecsülünk, felbecsüljük. Megbecsüljük azt a dolgot, hogy megmaradjon, amiért ő dolgozott sokáig. Nekem azt jelenti, hogy becsületes vagyok, hogy becsületesen elmondom, ami történt. Például, ha megrúgtam a Csillát, elmondom, hogy ő mit csinált, és én mit csináltam. A másik értelmében meg az, hogy egy tárgyat, egy bizonyos tárgyat, vagy egy bizonyos valakit felbecsülök. Megbecsülöm, ha a Csillától kapok egy régi dolgot, mondjuk egy régi bútort, akkor én ezt megbecsülöm. A becsületnek az egyik értelme, ugye, hogy valami felbecsülünk, a másik pedig az, hogy jónak lenne maga, hogy mindent betartunk, igazságosak vagyunk magunkkal is, társainkkal is. Ugye én ezt a két értelmet mondtam. Mondtad, hogy te nagyon sok értelme van ennek. Akkor mondjál még ezen kívül egyet. A tisztelet, hogy valamit tisztelünk, vagy valakit, ez is már plusz két értelem, hiszen nem mindegy, hogy egy tárgyat tisztelünk, vagy egy személyiséget. És hát még, hogy igazat mondunk, például a becsület szó. Nekem van becsület szavam, mert én általában beszoktam tartani azokat, amiket mondok. Nem kell betartani a becsület szavadat, hanem be lehet. Csak hogyha nem tartod be, és ezt többször megismétled, akkor már nem leszel becsületes. Hogyha sokszor csinálja, akkor meg már lehet, azt is lehet képzelni róla, hogy rossz ember. Hát szerintem a becsület nem ér mindennél többet. Mondjuk az életnél nem ér többet a becsületesség. Viszont az életben van a becsület is. Hát egy törzsbe például úgy tudja kieleszteni a becsületét, hogyha egy esős évszakban elküld, a törzsfőnök elküldi, hogy mentse meg egy kislányt az egyik házban, és fél, és nem mert kimenni arról a helyről, ahol biztonságban van, akkor az elveszti a becsületét, hisz akkor gyávának is fogják tartani. Lehet, hogy gyávának tartják, de a becsülete attól még nem lesz rosszabb. Azért, mert valaki fél, mondjuk a sötét erdőben, azért még lehet becsületes ember. Hogyha valaki félelemből nem tesz meg valamit, az attól még becsületes, attól még betartja az ígéreteit. De hogyha annyira fél, hogy nem tud tolni a és van, akkor azt mondanám erre, hogy akkor miért ígérte meg. Tehát inkább azt mondja, hogy majd meglátjuk, vagy nem merem, mint hogy megígérjen valamit. Hát igen, mert a többiek szemében ő elsüllyed, hiszen az ilyen törzsetnél ő bizony bátornak kell lenni. A becsület egy számomra egy olyan szó, ami az életben nélkülözhetetlen. Jelentése, hazudni nem szabad. Hogyha valakire rábízzák az osztálypénzt, hát ő az valószínűleg megígéri, hogy vigyázni fog rá, és hogyha vesz belőle valamit, vagy nem tudja azt a tárgyat megvenni a zseppénzéből, hogyha nem becsületes, akkor ő elkölt az osztálypénzből, és akkor hazudni is fog valószínűleg a többieknek, és majd nem tudják, mondjuk anyák napjára nem tudnak virágot venni. Nem becsületes gyerekre nem bízzák rá az osztálypénzt. De honnan tudnák, hogy nem becsületes? Hát arra, hogyha együtt járnak fel a iskolában.
valamit megkipróbáltak, olyan dolgot, ami nem baj, hogyha nem tartja be, akkor meg tudják nézni, hogy becsületes, vagy nem becsületes, és hogyha becsületes, akkor rábíznak egy akkora feladatot. Mert lehet, hogy kívülről jó, meg minden, de lehet, hogy belülről a fejében más gondolatok forognak. Igen, mert egy gyerek lehet jó tanuló, lehet mindent megadó, lehet az osztályban a legjobb gyerek, akkor is azt mi nem tudjuk, hogy mi van a belső szívében. Jobb próbálkozni, mint odaadni egy vagyont érte. Hát de szerintem megalázónak tartja ő is, és az osztálytársa is, hogy azért ilyesmiket próbálnak a társukon, és ő... Hát akkor is bárkivel ez megtörténhet, és én megbíznék mindenkiben, hisz azért csak az osztályba tartozik. Sok ember nem becsüli meg a becsületet, mert szerintük fölösleges, mondjuk hát részben igazuk van, mert a mai világban nem annyira döntő dolog a becsület, mondjuk van a biber nagyon hasznos, de... Sok ember számára nem kell becsületesnek lennie, bár ez egy jó tulajdonság, ha valaki becsületes. Most ebben a világban több hazug ember van, mint becsületes. Szerintem nagyon kevés becsületes ember van. És aki becsületes, azt általában átvágják, és ha ő elhiszi, ahogyha becsületes, akkor elhiszi a másiknak mindent, amit mond, és így nagyon könnyen átvághatják. Becsületes ember az, aki talál dolgokat, vagy elviszi a rendőrségre, és mondja, hogy tegyék közzé az újságban, hogy valaki ezt és ezt elhagyta, és azt is, hogy hol lehet átvenni. A mostani tinédzserek meg a 20 évesek már olyanok, hogy ha megtalálnak, mint például egy pénztárcát, akkor nem viszik vissza, hanem fogják magukat és elrakják, meg az autót is, amelyiket nyitva találják, elviszik, és nem pedig, hogy megkeresik a gazdáját. Mindenki, ahogy nőnek vele, mondjuk a rosszak is, meg a jók is, de hát az lenne a legjobb, ha mindenkivel inkább a jó nőne, szóval nem a rossz felé hajlana. A gyakorlatban hát inkább mindenki ugye rossz felé hajlik. Hát a gyerekek azok is inkább olyanok, hogy megtartják a talált dolgokat maguknak. A becsületet, ebben a világban, a mai világban már nagyon sokan lebecsülik, meg sokan nem tartják be a becsületet, meg sokan hazudnak is emberek. Hát az üzleti életben ott szerintem a hazug ember többre viszi, mint a becsületes, de szerintem máshol is többre viszik. Lehet, hogy többre viszi, de hogyha lebukik, akkor viszont már oda az egész. Hát én most ezért ilyen hazug embereket, ilyen éhes farkasokhoz hasonlítom, akkor körbevesznek ilyen éhes farkasok a mai világban, és ha nem vagy hazug, meg eszes, meg nem csapod be őket, akkor felfalnak. Az ilyen felnőtt üzleti ügyekben, ha egy ember csal, például van... adót csal, vagy valami csal, akkor az kiderülhet, és akkor az embernek akkor rosszabb, mint hogyha befizette volna az adót. Szóval ez kockázat. Ilyen dologban nem jó hazugnak lenni, de sok más dologban éppen becsületesnek rossz lenni. Ha viszont becsületes, akkor nem lehet rossz következménye, legalábbis kevesebb rizikója van, hogy rossz következménye lesz, mint hogyha valaki nem becsületesen viselkedik. A mai életben nem megy vele nagyon nem túlságosan éri meg, de egy nagyon szép dolog a becsületesség, de nem nagyon éri meg, ha valaki becsületes, mert egy hazug ember többre viszi. Nem kell hazugnak lenni. Aki becsületes, arra olyan dolgokat bíznak rá, például egy feladatot rábíznak, mert tudják, hogy nem csalódnak benne, mert becsületesen megoldja, nem fog, mert ennyi elsummantani, hogy úgy mondja, meg például
rábízzák egy broker cégnél, vagy egy cégnél a papírokat, hogy az üzletfeleknek a papírait. A becsület az, hogy jó jöhet, mert például akkor munkát adnak neked, és akkor azért jobb többet keresett érte, vagy szóval egyes helyzetekben jó, ha az ember becsületes.